Csíkszeredából vagyok, valaki járt ott. Ó, egy páron, ó, vannak is onnan, tehát többen honnan ne is menjetek, ők is visszajöttek, hülyeség, tehát... De én már ritkán járok haza, csak így ünnepnapokkor, tehát halottak napján például. Legutóbb is voltam otthon, voltunk temetőben, gyújtottunk gyertyát, szépen ott álltunk, ugye. Megfigyeltem, ilyenkor temetőben ugye csendben kell lenni. Mégis bárhova állsz, ez hallatszik. Figyelme, nézd meg szegény Irénke, hogy néz ki kicsit. Jövőre már hozni fogják, nem jön ki, kétszer operálták, jövőre már milyen kapat. De a körbenézel, senkinek nem mozog a szája, hogy ezt hogy csinálják, azt nem értem. Tehát olyan, mint egy ilyen hasbeszélők világ találkozója, ott találkoztak a temetőbe. Suttogva hasbeszélők. Hogy van, akinek mozog a szája, de ez nem mond semmit. Úgy tesz, mintha imádkozna, ugye? Egy valakit hallottam imádkozni, tényleg mentem el mellette, ez hallatszott. Atyám, itt vagyok a temetőben, majd visszahívlak. Volt, amit Budapesten is temetőben, Farkasréti temetőben, nyáron szép idő volt, kimentem, nézzem meg Hofi Géza sírját. Megérkeztem, volt egy kicsi őszhajú nénike, megkérdeztem mégis, merre találom. Azt mondta, menjen ott egyenesen előre, 22-es parcella lesz az, én is ott vagyok, menjen is. Nézem, úr, ez kijött napozni, ne hülyeske. Mi az, hogy ő is ott van? Nyáron zombik vannak temetőben, november 1-én suttogva hasbeszélők. És állnak ilyen kis családok minden sírnál, ugye. Figyeljük meg, minden családban van egy valaki, aki titokban így szopogatja a hüvelykujját. Tudjuk, hogy ő gyújtotta meg a gyertyákat, mert ugye senki nem a gyertyát fordítja meg, hanem az öngyújtót, és úgy próbálja meggyújtani. Tehát csodálkozik, hogy egyszerre gyullad meg a gyertya, meg a hüvelykujja. És akkor álltunk mi is a kis családdal otton, játszottuk, én szopogattam a hüvelykujjamot. Játszottuk, amit ilyenkor szoktunk, ez a úgy hívom paraszt királyozás. Ez ugyanaz, mint a csend királyozás, annyi különbséggel, aki elsőnek szólal meg, hogy na, nem megyünk, az a paraszt, kész, és... És akkor így figyelj, ez egy ilyen türelemjáték, tudod, így figyelj, na, ki fog megszólalni? Én biztos, nem tavaly is én lettem a paraszt király, én még egyszer ezt nem szopom be, az biztos. Így is fáj a hüvelykújjam, de hát... Csak figyeled, ugye, aki toporog, jobban fázik, az jó eséllyel indul a versenyen, na, aki kesztyűbe jött, az kiesett, ő biztos nem fog megszólalni. És milyen képmutató az ember? Valaki megszólal családból. Na, nem megyünk? Belül mit érzel? Yes, megyünk haza a melegbe, de jó, végre! De az arcodra mi van írva? Én még maradtam volna, de hát menjünk, ha ekkor ennyire sietsz, paraszt. Csak mi nem az elnevezés, ugye? Legutóbb nagybátyám lett a paraszt király, de óvatosan fogalmazott, azt mondta, nem fáztok? Nagynéném egyből, de igen, úgyhogy volt paraszt királynőnk is. Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire!